Bonyhádon évek óta tradíció, hogy a sportcentrum vezetősége minden tanév kezdete előtt a pedagógusoknak egy elsősegély ismereteket felújító oktatást szervez a mentőszolgálat és a védőnök segítségével. Egy 2018-ban történt baleset adta meg az apropóját annak, hogy attól kezdve minden augusztusban tartsanak egy tanfolyamot a tanárok és az óvónők számára, ahol az alapvető életmentő gyakorlatokat elsajátíthatják. Egy éppen szünidejét töltő pedagógus az otthonából kirohanva újraélesztett egy gyermeket, sikeresen, hála Istennek, és akkor kezdtünk el gondolkodni azon, hogy mi van akkor, hogyha ez éppen az iskolában történik meg. És mivel az én gyerekeim is iskolások, ezért elkezdtünk azon morfondírozni, hogy mit tudnánk mi ebben segíteni. És agyaltunk, és rájöttünk arra, hogy tanév elején szervezünk egy ilyen előadást, ahol újraélesztést, kötözéseket, légútba került idegentest eltávolítását mutatjuk be szakemberek segítségével. Annak érdekében, hogyha esetleg az iskolában, iskolaidőben történik valami hasonló baleset, akkor a pedagógusok szakszerűen tudjanak addig segítséget nyújtani, amíg a szakemberek kiérkeznek. És gyakorlatilag ez már az ötödik alkalom volt, és azt tapasztaljuk, hogy évről évre magabiztosabbak a pedagógusok, és már várják ezt az előadást. Egyébként mi is részt szoktunk venni rajta, mert én azt gondolom, hogy évente egyszer fel kell elveníteni ezeket az ismereteket. És ezúton is köszönöm a Bonyhádi Mentőség és Védőnöknek a segítségét, mert ők azok, akik gyakorlatilag a szakmát adják ehhez az egészhez, mi gyakorlatilag a szervezés részében, illetve a helyszín biztosításában veszünk részt. Az idei évben egy új témával gazdagodott az előadás, mégpedig az EpiPen elnevezésű injekció használatával kapcsolatban. Fontos, hiszen az országban több helyen volt már ebből tragédia az utóbbi időben, és gyakorlatilag ebben próbált az önkormányzat az intézmények, oktató-nevelő intézmények segítségére lenni, amikor is a júniusi testületi ülésen döntött a képviselőtestület arról, hogy 15 ilyen injekciót vásárol, és gyakorlatilag minden intézményben, plusz a sportcsarnokban, ahol oktató-nevelő tevékenység folyik, oda gyakorlatilag egy ilyen injekció került beszerzésre, bármikor használható, ugyanúgy, ahogy itt a sportcsarnokban például a defibrillátor is. Tehát fölhívtuk a figyelmet arra ismét a pedagógusoknak, hogy ha baj van, akkor igen, kell cselekedni, el kell kezdeni tudni az elsősegélynyújtást, és addig kell gyakorlatilag szakszerűen ezt megoldani, amíg a szakemberek kijönnek. Az allergiásokat érintő anafilaxiások egy rendkívül súlyos, akár halálos kimenetelű allergiás reakció, kezelni csak az időben beadott adrenalin injekcióval lehet. Ennek a szakszerű beadását sajátították el a pedagógusok az elsősegély nyújtott tanfolyamon. Ezen túl minden közoktatási intézményben megtalálható lesz az életmentő eszköz. Ez egy jól hozzáférhető helyen van. Gondolom, hogy minden oktatási nevelési intézményben, nálunk az információs pultnál a defibrillátor készülék mellett van, úgyhogy erről is tájékoztattuk az itt sportolókat, egyesületeket is, illetve a testnevelő tanárokat is, hogy hol találják meg ezt a, nyilván nagyon fontos, tudják, hogy hol van ez az injekció. Az eseményen 200 tanár és óvónő kapott képzést arról is, hogy hogyan ismerhetik fel az anafilaxiás sok tüneteit, és mit kell tenni ilyen helyzetben.